Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. A mai videóban egy mod készülékkel fogunk megismerkedni, aminek, hát nem is tudom, Oroki vagy Orochi, vagy ki hogy akarja úgy ejti. Az a lényeg, hogy egy mod készülék lesz a terítéken, méghozzá abból is két verziót nézzük meg, hisz a készletben van hozzá egy hosszabb és egy rövidebb cső, megnézzük külön-külön őket, hogy néz ki vele a készülék, és megnézzük, hogy mit tud pörkölni egy kazánon. Nos, itt van a készülék, amiről a bevezetőben beszéltem. Senkit ne tévesszem meg, hogy a Valkyrie felirat szerepel a dobozon, el is felejthetjük. Amit találunk a készletben, az egy 18650-es méretkódú flattop aksi behelyezésére alkalmas, vagy befogadására alkalmas cső, illetve egy 18350-es aksihoz méretezett cső. Az fontos, hogy mind a kettő cső csak flattop aksival tud üzemelni. Hogyha csak a nagyobbikat vesszük alapul, akkor ez 22 mm széles és 94 mm hosszú. Hogyha ezt a konfigurációt szétszedjük, és összeszereljük a picit, akkor ezzel a felállással már is csak 64 mm a hossza. Így 80 g üresen, a hosszabbik csővel pedig 97 g. Nézzük meg, ezt a kicsit én félre rakom, nézzük meg a nagyobbik konfiggal a történetet, hogy miket lehet róla tudni. Menjünk szépen sorban alulról fölfelé. És ehhez én segítségül hívom a csipeszem. Ezt széttekerjük. Ezekből a elemekből áll a alsó rész. A maga a gomb. Ott láthatjuk a márkajelzést, illetve a sorszámot. A rugó, és itt található a locking ring, ezzel tudjuk zsebzár funkciónkat aktiválni, viszont nem a megszokott módon, tehát ezt így forgathatjuk jobbra-balra, nem érünk el vele semmit. Egy ötletes kis működési elven alapszik, egy picit ki kell húzni, és utána elfordítani. És így tudjuk a zsebzár funkciót aktiválni. Ezt majd mindjárt megmutatjuk összeszerelve is. Ahhoz pedig ezzel az elemmel összerakjuk, belerakom a csavart, és betekerem. Megint egy oda nem illő célszerszámmal meghúzom, és az alsó része kész is van. Hát, amiről az előbb beszéltem, egy picit meghúzzuk, és eltekerjük, így, és ezzel aktiváltuk is a zsebzár funkciónkat. Kioldása ugyanúgy történik, csak az ellenkező irányjal, és vissza is pattant a helyére, de itt látjuk itt. Ez a kis rugóerő dolgozik ellene. Következő a cső. Itt valami nyújtott nyelvű sárkány. Egyébként az új lenyomatot nem gyűjti, mert egy pici szál hajszál vékony csiszolás látszik rajta. Három nagyon vékony bemarás látunk itt a paláston, és ott láthatjuk a gázelvezető, nem is furatok már ezek, hanem ilyen
gázelvezető bemarások, ezek is szépen ki vannak dolgozva. A belső kialakítására túlzott panasz nem lehet. A harmadik elem, amiből felépül ez a modkészülék, az pedig maga az 5-10 csatlakozó. Itt láthatjuk, hogy van egy állító csavar, amivel pontosan be tudjuk állítani az akkumulátorunknak megfelelő hosszúságot. Most ki is ejtettem. És itt van belül egy Delrin gyűrű, és ott középen a középérintkező, ami fölülről ugye így néz ki. Na de ezt hogy tudjuk állítani? Mondjuk veszek egy olyan kazánt, ami viszonylag mélyen ül. Itt van például ez a magma. Ez gyárilag ennyi hézag marad. És akkor itt figyeljük meg, hogy itt milyen résünk van. Most kiveszem az aksit a csőből, hogy könnyebb legyen a fogás, ezt rátekerem. És szépen betekerem a kazánt. Ez most kopra rajta van. És itt láthatjuk szépen, ez bizony kitekeredett ennyit. Az a középső Delrin és ez az 5-10 csatlakozó nem menetes, hanem egy ilyen csúszó mozgással önmagától beáll a kazán megfelelő pozíciójához, illetve az 5-10 megfelelő pozíciójához. Ezt visszatekerjük, és kész is vagyunk. Ha ezt vissza szeretnénk állítani egy másik kazánhoz, mondjuk én egy 5-10-es csatlakozóval szerelt Typhoonnal, mert mondjuk mi mással, hanem 5-10 csatlakozóval, ezt egyszerűen visszanyomjuk, ha máshogy nem, az asztalon. Kész, vissza is süllyesztettük, ráhelyezzük a Typhoont, úgy behelyezzük a aksit, kész, és már pattog is. Nézzük akkor meg élesben, hogy muzsikál. Az előbb összeszereltük a készüléket, behelyeztük az aksit, ráraktuk a Typhoont. Nézzük akkor, a zsebzár ki van oldva. Pirítja rendesen. Mondjuk ez pont nem az ő mérete, de mindjárt keresek egy olyan kazánt, ami megfelel neki. Példának okáért legyen az egy Prométej klón. Ez méretre tök ugyanaz, tehát az a 22 mm az adja magát, hogy ezzel szép lesz. Egy kicsi felület megmunkálási különbség van, meg ugye az egyik titán, a másik meg egy rozsdamentes szálcsiszolt polírozott, tehát enyhén szálcsiszolt acélcső, tehát differencié lesz, de akkor nézzük meg ezzel. Ezt is tök jól meghajtotta, és még jól is mutat rajta. Nézzük végig akkor, hogy mi volt az, ami tetszett, pro, mi volt az, ami nem tetszett, kontra. Kontra. A alsó középérintkező az egy picit nehezen, illetve egy megfelelően nagy csavarhúzóval állítható, de ettől függetlenül nálam
előfordult, lehet, hogy azért, mert nem szorítottam rá megfelelőképpen, hogy egyszer-egyszer leesett róla, akkor éreztem, hogy már lötyög, visszatettem, vagy levettem a csőről, meghúztam a csavart, egyszer-kétszer fordult csak elő. A másik negatívum, hogy bár megtartja, és én ezt most ki is próbálom, ezt most nem fogjátok sajnos látni, de nyugodtan el lehet nekem hinni, miért hazudnék nektek. Ráteszek egy Typhoon GT-t. Rajta van a GT, a zsebzár ki van kapcsolva, leteszem az asztalra. Nem izzít. Annyit tudok csak megfigyelni, hogy egy kicsit a kapcsoló ugye olyan hézaggal ráhagyással készült, hogy egy kicsit billeg így. Bekapcsolom a zsebzárat, leteszem, nem billeg. Tehát bár a Typhoon GT nehezebb, mint a Kaifun, teletöltve, még így sem kapcsol be. És ráteszek egy Prométeit, hát ez persze, hogy könnyebb, csak hogy mégis azért, hogy billeg. A Typhoonnál egy picit benyomódott a gomb, de még nem izzított, ennél meg sem mozdul a gomb. Ráteszek még egy másik dripkazánt, akkor egy magmát, az talán súlyra egy picit nehezebb, azzal sem mozdul meg. Úgyhogy ki lehet jelenteni, hogy bár megfelelően könnyen jár az alsó kapcsolója, azért van akkora rugó erő, hogy még kikapcsolt zsebzárral sem fogja a készülékünket izzítani. Ez pozitívum. A másik pozitívum nekem a kinézet, de hát stílusról, dizájnról vitatkozni fölösleges. Nekem ez a három darab gyűrűs beszúrás, illetve a gázelvezető rések, azok tetszenek, a sárkány motívum nem, ez már az én szociális problémám. A másik, ami tetszik, ez a csúszó érintkező, amivel önmagától be tudjuk állítani. Hát önmagától, ugye hát ahogy a kazánt ráhúzzuk, be tudjuk állítani a középérintkezőt. Ami egy picit negatívum nekem, én azt vettem észre, hogy azok a középérintkezők, mondjuk mint ez, vagy mint a Panzer, ahol egy fix csavarral állítgatjuk a középérintkezővel azt, hogy az aksi álljon, a helyén ne lötyögjön, ne zörögjön, ott egy idő után azt veszi észre az ember, hogy az aksiban fölül, alul, ahol jobban benyomódik, felfekszik, ott egy picit az akkumulátor csatlakozási pontjánál benyomódik az akkumulátor érintkezője. Én nem preferálom ezt a beállítási módot, de hát kinek mi tetszik. A következő, ami pozitívum, az már nem a 650-nél, hanem a számomra kevésbé használt 350-es üzemmódnál, az kár bármit is mondani, mellé teszek egy, nehogy az legyen, hogy egy elektromosat, itt van a jobb kezemben egy kuzi, a bal kezemben pedig egy 350-es Orochi. Nagyon pici. Tudjuk, hogy most ez 650, tehát attól vonatkoztassunk el. Ez bazi, pici. Nagyon jól hordható kézben, de most eszembe jutott, hogy akkor hasonlítsuk már össze a kúzival a méretben passzolót is, és aztán a végén kimondjuk, hogy vegyük vagy ne vegyük. Ez bizony így is egy jó 3-4 mm-rel kisebb, mint a kúzi. Nem azt mondom, hogy mindig a méret a lényeg. Nálam nem preferencia, hogy valami kisebb 3-4 mm-rel vagy nagyobb, de lehet, hogy valakinek ez számít, és ez a fontos. Mindent
összegezve. Szerintem egy jópofa kis készülék. Jó, hogy kétfajta csővel tudjuk használni, tehát nem kell külön megvenni hozzá, készlet részét képezi, vagy így használjuk, vagy úgy használjuk, ahogy éppen kedvünk tartja, rohangászósnak a zsebünkbe, vagy a kocsiba bedobunk egy ilyet 350-essel. Úgyhogy alapvetően nekem tetszett a készülék, bátran merem ajánlani az ismert és általam is felsorolt hibái ellenére, hogy aki ezekkel meg tud barátkozni, vagy együtt tud élni velük, illetve neki ez nem szempont, hogy állítgatja és mennyire problémás, az vegye nyugodtan. Azt nem szabad elfelejteni, hogy ezeknél a beállítási módoknál mindig föntről lefele építkezünk. Tehát először az 5-10 báziselembe betekerjük a tankot, az megadja, illetve kitolja vagy sem a középérintkezőt, majd utána az alsó kapcsolóval összeszerelt csőbe behelyezzük az aksinkat, és így szereljük össze. Ha pedig még összeszerelt állapotában is egy picit zörögne, akkor újra széttekerjük, a középérintkezőn egy picit csavarunk, visszatekerjük, ez már egy picit sok nekem, megint tekerünk, még egy pici kell, és most jó. Most a kapcsoló zörög, azt megfogom egy picit. És most nem zörög az aksi. Tehát, hogyha valaki ezekkel meg tud barátkozni, és tetszik neki a készülék külleme, a belbecsel probléma nincsen, úgyhogy én merem nektek ajánlani, hogy vegyétek meg, nem vészes az ára sem, pláne így a 350-es csővel együtt. Remélem tudtam nektek segíteni a vásárlásban. Sziasztok!